Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A második helyen végzett az osztályozó tornán a Sunshine Jikse. 18 bajnokság legjobbjai díjazták a Megyeháza dísztermében. Az 5. helyen zárt az amatőr NBA zöld csoportban az NKS. 10. születésnapját ünnepli a folyamatosan fejlődő Évíz DS-e. A második helyen végzett a Sunshine Jikse az NB2 nyíregyházi osztályozó tornáján. Kovács Tibor együttese vereséget szenvedett a Budafoktól, majd megverte a PTE Pécs és a Békés Csaba csapatát. A győztes Budafok feljutott az NB1-be zöld csoportjába. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a teljesítményre. Ezért dolgozott a csapat egész évben, hogy egy ilyen végjátékban tudjunk részt venni. 4-es döntő volt, és én azt hiszem, akik itt voltak és látták a mérkőzéseket, és részt vettek ezen az NB2-es szintű mérkőzéseken, nagy élményben volt részük, és elsősorban a játékosoknak és a csapatnak, mert a közönség a csapat mögött volt végig, és én azt gondolom, a csapat is rászolgált erre a bíztatásra, mert nagyon jót teljesítek, nagyon-nagyon büszkék vagyunk a csapatra. Mekkora utat kellett megtenni ahhoz, hogy tavaly szeptembertől most június majdnem végére idáig érjetek? 32 meccset játszottunk, ebből 29-et nyertünk, 3-at veszítettünk. Ez az egy mérkőzés, ami most a döntő volt, egy kicsit fájó. Viszont a realitás azt mutatta, hogy egy olyan ellenféltől kaptunk ki, aki papírforma alapján is, és egyelőre még tudásszint alapján is fölöttünk van, de ezen a mérkőzésen kezünkben volt a győzelem, nyerhető meccset engedtünk ki, de így lehet kikapni, és így kell szerepelni. Ilyen lélekkel, ilyen hozzáállással és ilyen teljesítménnyel, mert hibázhat a játékos, de a hozzáállása jó, akkor azzal semmi probléma nem lesz. Említetted a közönséget, nagyon jó volt a hangulat, elnézve a csapat kispadját, a kispadon is nagyon együtt voltak a játékosok, úgyhogy nyugodtan lehet azt mondani, hogy van jövője ennek a csapatnak, akár az NB2-ben, akár ha úgy alakul az NB1-be zöld csoportjában. Egy edzőnek, egy vezetőnek mindig nehéz, és talán mondhatom úgy, hogy én főleg olyan vagyok, hogy az edzők lelkiismeretessége mellett talán még egy kicsivel plusz is. Engem is megvisel az, hogyha a játékosban érzem azt, hogy valami bántja, keveset játszott, nem játszott adott mérkőzésen, nem úgy mentek a cserék, nem úgy mennek ki a játék. Minden edzőről, hogyha a mérkőzés, akár vesztes mérkőzés is, hogyha mindent megteszünk azért, és a játékos részben boldog abban, hogy ő hozzá tudott tenni. Most elmondható annak, hogy egy csapatjátékban is a mi csapatunk se kivételettől, hogy voltak hullámvölgyek, vannak hullámvölgyek, de mindenki hozzátette a magáét, mert tanulásmunka mellett dolgozták végig az évet, és ilyen mérkőzésekért érdemes dolgozni. És talán elmondhatom még azt is, hogy itt a csapatunk tényleg nagybetűs csapat volt, mert nem csak az öltözőben, illetve itt a pályán, hanem a pályán kívül is összetartó csapat, és ez egy alapja egy csapatjátéknak. Nagyon örülünk a teljesítménynek, és pluszként nekem már volt részem ebben, és nem az egyéni érdek az első, hanem az, hogy itt a megyének én úgy gondolom szükség van arra, hogy akár két NB1-es csapat legyen, egy NB1-ás, ami már működik örömünkre nagyon jól, és egy alsó korosztályban, illetve osztályban egy NB1-B-s csapat is, ahol, mint ahogy a közönség is vevő rá, és elsősorban azért, hogy a meglévő játékosok itt Nyíregyházán és a megyében, és elsősorban az utánpótlásnak nagy lehetőség lenne, és a kosárlabdában dolgozóknak ez az érdeke, és ezért szeretnék kérni mindenkit a megyében, a kosárlabdában dolgozókat, hogy ezért tegyünk, és közösen dolgozunk, és fogjunk össze. Gondolom rendezőként azzal a célra vágtatotok ennek a tornának, hogy megnyerjétek és felkerüljetek az NB1-B zöld csoportjába. Nagyon kevésen múlott egy szoros vereség a Budafoktól, aztán két maga biztos győzelem. Összességében mennyire kerek ez a három nap? Mondhatjuk, hogy az első nap már lement a döntő a mai eredmény alapján, úgyhogy igazából egy kicsit csalódottak voltunk, de a nézők miatt oda tettük magunkat, magunk miatt is, ugye augusztus óta már dolgozunk, nem tehettük meg azt se magunkkal, se nézőkkel, se senki mással azt, hogy ne tegyük oda magunkat. Úgyhogy én úgy érzem, hogy akkor az első nap után, amit lehetett, mi kihoztunk a
történetből. Említetted, hogy augusztus óta dolgozol, de hát mindenki tudja, hogy amatőr játékosokról van szó. Hogy bírtátok ezt a három nap, három meccs tempót? Ez kemény. Hát igazából ez nem is három nap, hanem 48 óra alatt három meccset lenyomni, azt szerintem még átcsoportban is ember próbáló egy Magyar Kupa 8-as döntőnél. Hát, hogy mondjam, lesz mit regenerálni a következő egy hétben. A pályán oda tettétek magatokat, de azt hiszem a szurkolók is oda tették magukat, alá látom, milyen volt ilyen hangulatban játszani. Fantasztikus közönségünk van, és ezúton még szeretném mondani, hogy köszönjük a rendezőknek, amit tettek itt értünk, mindent alánk tettek, egész hétvégén semmi dolgunk nem volt, innen elnök úrtól kezdve technikai vezető, titkárnő, takarítónénik, konyhásnénik, mindenki, masszőrünk, tehát mindenkinek nagyon szépen köszönjük az egész éves segítséget. Ezen a meccsen is látszott, hogy nagyon éltél a palánk alatt, talán nyugodtan lehet mondani, hogy azért a rutinosabb játékosok közé tartozol. Meddig tervezel a kosárlabda pályán? Jövőre már itt a 4X, így van, tehát mondhatjuk, hogy rutinos vagyok. Nem tudom, még a testem bírja. Meglátjuk, hogy mi lesz a következő szezon eleve az, hogy MB2 vagy hát, ha esetleg marad egy fej fent az élcsoportba, akkor szerintem azt mindenféleképpen egy évet még vállalok, úgy gondolom. Akik itt kint voltak három napon keresztül a Bánkiban ezen az osztályozó tornán, azt hiszem elmondhatják, hogy nagyszerű meccseket, nagyszerű szervezést láttak. Ilyennek képzelted? Igen, abszolút ilyennek képzeltem. Leszámítva azt, hogy a győzelemre hajasztunk nagyon, és meg szerettük volna nyerni ezt a négyes döntőt, de azt gondolom, hogy tényleg a szervezés gördülékeny volt, ezúton is köszönöm kollégáimnak, természetesen Nyíregyháza városnak is, hiszen ők támogatták ezt a rendezvényt csak úgy, mint a Megyei Kosárlabda Szövetség, és még nagyon sokan, hát látszott, akik kint voltak, és nap mint nap kijöttek a hazai mérkőzésekre, és olyan hangulatot teremtettek ebben a csarnokban, amilyen szerintem itt még nem volt, és igazi kosárlabda katlant varázsoltak, és ennek nagyon örülünk. Ha tavaly szeptemberben azt mondják, hogy 50 MB2-es csapat közül a Sunshine-ig se összesítésben második lesz, és olyan mérleggel, ami abszolút imponáló, minimális vereséggel, aláírtad volna? Igen, azt mondom, a szezon elején aláírtam volna, de minden szezon nehezen indul. Aztán tényleg nagyon jól összeállt ez a csapat, és hogy látta a közönség is, láttátok ti is, a védekezésünk az azt gondolom, hogy osztályon felüli, és ezzel azt gondolom, hogy játszhatunk a NB1-B csoportjában, és bízunk benne, hogy erre nyílik is majd lehetőség, bár a második helyről ez még egyébként nem biztos. A 19 bajnokság legjobb csapatait és gólkirályait díjazták a Megyeháza dísztermében, és ezzel hivatalosan is véget ért a 2021-22-es megyei futballidény. A labdarúgás szakágat, illetve 18 bajnokságunk volt, ahol ugye helyezések, érmek és díjak kerülnek kiosztásra, és ugye 18 bajnoki osztályban az első három helyezett, a fair play díjak vannak felnőtt szinten, illetve természetesen a gólkirályok. Nyugodtan elmondhatom, hogy végre nem a 2019-20 és a 20-21-es szezon után nem kellett a pandémiával foglalkozni. Ugye legutóbb 2019 júniusában tudtunk tartani ilyen nagy díjátadót. 2020-ban ugye sajnos félbeszakadtak a bajnokságok, 20 márciusában, 2021-ben pedig az egészségügyi helyzet nem engedte azt, hogy ekkora rendezvényt tető alá hozzunk, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most lement a bajnokság, és meg tudjuk rendezni ezt a szokásos, hagyományos nagy díjátadónkat. Ilyenkor mindig kérdés, hogy ugyanennyi csapat fejezte be a szezont, mint amennyi elkezdte? Sajnos nem. 109 felnőtt csapattal kezdtünk, és 103-mal fejeztük be. Ami jó hír, hogy a megye 1, megye 2-ből nem morzsolódott le senki, de a megye 3-osztályú bajnokságból, a 4 csoportból összesen 6 együttes is visszalépett időközben a pontvadászattól. Nem tudom, van-e valamilyen objektív mérce, amivel mérni lehet a megyei bajnokságok színvonalát, az viszont minden esetre elmondhat valamit, hogy a megye válogatott nagyszerűen szerepelt az idei, pontosabban az elmúlt évi tornán. Objektív mérce nem hiszem, hogy létezik. Ugye itt szoktak esetleg azt, hogy hány csapat indul a bajnokságokba, ebben mindig ott vagyunk a top 3-ban, ha Budapest és Pest megyét nem számoljuk, akkor a vidéki megyék közül a Győr megyével vagyunk általában az első helyen. Népesség arányban is elég jó százalékban fociznak nálunk, elég sok csapat van. Az erősségét a megyei bajnokságnak meg talán azt mutatja a legjobban egyrészt a megye válogatott folyamatos szereplése, a régió válogatottakban mennyi játékos feladunk, másrészt meg talán azt, hogy milyen kiegyenlítettek voltak itt a végjátékban és a robogós helyekért, esetleg a kiesés elkerülésért a harcok. Ilyenkor a nyári időszakban két nagyon fontos
időpont dátum van, az egyik a nevezési határidő, a másik pedig az átigazolási időszak kezdete vége. Július 1-ig lehet nevezni, pont a tegnapi nap folyamán küldtük ki a nevezési dokumentumokat, tehát az azt jelenti, hogy 3 hetük van a csapatoknak, hogy a labdarúgás szakákba az U14-től a felnőtt szintig leadják a nevezéseket, mindezt a futballintegrált alkalmazásban, az MRS ügyviteli rendszerbe az IFA oldalon kell megtenni. Az átigazolási időszak pedig pont ekkor, július 1-én nyílik, és hát egészen augusztus 31-ig tart az átigazolás. Természetesen mind a felnőtt, mind a különböző korosztályos játékosokra külön-külön előírások vannak, de a lényeg az, hogy július 1-től augusztus 31-ig lehet átigazolni. Nagyon biztosan nyert a Nyíregyháza Spartakusz második csapat a megyei első osztályú bajnokságot, viszont az osztályozó nem sikerült a feljutás. Idegenben lőtt több góllal esett ki a Spari 2, vagy nem jutott fel a Spari 2. Ennek tükrében mennyire keserédes ez a bajnoki cím? Összességében édes, mert senki nem gondolta ezt a bajnokság kezdete előtt, hogy 15 ponttal megnyeri ez a csapat a bajnokságot. Nagyon fiatal társaságról volt szó, megyei másodosztályban is csak a második helyezést ért el, és ugye felkértek bennünket a megyei elsőosztályra, nem is tettünk a játékosokra semmilyen terhet, ez nagy meglepetés volt számunkra. Hát sajnos a maga az osztályzó az persze az keserű pirula, nagyon sok oka van, de hát úgy gondolom, hogy nem ez most ez a feladatom, hogy most ezt elemezzem. Nagyon sajnáltam a srácokat, sírtak a buszon hazafele, nagyon sokat tettünk érte, de rengeteg olyan negatív tényező volt, ami a kárára volt a mi csapatunknak. A jövőben nem leszel emellett a csapat mellett vezetőedzőként, viszont ott leszek a látókörödben, hiszen a Spari szakmai igazgatójaként dolgozol. Milyen feladatok várnak erre a csapatra, milyen célokat tűztek ki eléjük? A tartalék csapatra gondolsz? Na hát nekifutunk. Még egyszer pont ma volt egy egyeztetésem a ügyvezető úrral, a Kósa úrral. Megkérdeztem, hogy továbbra is akarjuk-e ilyen szinten kezelni a tartalék csapatot. Azonnali igen volt a válasz, tehát megpróbáljuk újra. Nem teszünk most se terhet a fiatalokra, összességében a tartalék csapatnak az lenne a fő feladata, hogy az átmenetet képezni a U19 és a felnőtt csapat között. Talán azért lett volna jó az MB3, mert egy olyan kihívás lett volna minden fiatalunknak, ahol már jobban meg tudtuk volna mérni őket. Ez nem azt jelenti, hogy most jön a megyei elsőosztály, és az könnyű vagy egyszerű lesz, minden csapat erősít. Úgyhogy a cél az, hogy megint egy jó csapatunk legyen, jó futballt játszunk, fejlődjenek a fiatalok. Aztán, hogy mi lesz a végeredmény, az kiderül, mint hogy az idén is nagy meglepetést okoztunk. Szeretnénk persze a jövőbe is, azért már egy év rutinja is lesz a játékosainknak. Jövő héten fogunk beszélni mindenkivel, mert azért rengeteg fiatalunkat keresgélik a MB3-as csapatok, mivel hogy ott is vannak fiatal szabály, 2004-eseknek ugye játszani kell MB3-ba. Úgyhogy jövő hétre okosabbak leszünk, és hát annak megfelelően fogjuk a célokat is meghatározni, meglátjuk, hogy milyen csapatot tudunk összerakni. Az 5. helyen fejezte be a bajnokságot az amatőr NB1 zöld csoportjában a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 19 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Amikor a bajnokságot kezdtük, akkor úgy gondolom, hogy az 5. helyen maximálisan kiegyeztünk volna. Az igazság, hogy itt az év elején a két sérültünk volt, a Karakó Dorin és a Dobó Lilla, ami behatárolta a szezonnak a kezdetét, tehát így ott több olyan mérkőzést buktunk, amit nem kellett volna. Viszont az Ara Zsófi érkezésével egy olyan stabil palánk alatti maga alakult ki, hogy onnantól kezdve a meghatározó kisemberek segítségével, tehát olyan mérkőzéseket is tudtunk fogni, amire hogy nem is számítottunk. Hát itt volt például a Szentpál Akadémia, amit egyedül mi tudtunk 2-ből 2-szer megvenni. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozottak voltak a második fél évben a lányok. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak összességében. Együtt volt a csapat, egymásért küzdöttek, és tényleg voltak olyan mérkőzések, főleg az utolsó mérkőzés, amikor a Radobaszket ellen játszottunk, az már egy ilyen felszabadult és nagyon-nagyon élvezetes mérkőzése alakult. Mennyit fejlődtek, mennyit léptek előre a lányok, hiszen fiatalokról van szó, talán ez a legfontosabb. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre, tehát azok a játékosok, akik eddig tényleg epizód szerepet tudtak a csapatban eltölteni, és nem voltak annyit pályán, azoknak is kellő játékpercet tudtunk adni, és ugye ez azért is fontos volt, hogy tudjuk forgatni a csapatot, mert rengeteg mérkőzést játszottunk, tehát úgy az NB1-ben, mint majd az utánpótlásban, tehát muszáj volt az, hogy a kulcs játékosainkat ne kelljen túlterhelni, és ezért volt ez nagyon lényeges, hogy
ha azok az emberek, akik mind a két bajnokságban játszottak, ki tudták egészíteni egymást, és nem kellett tényleg 40 percen keresztül pályán tartanunk a játékosainkat. Szerintem nagyon szuper volt minden szempontból, mert már kadettkorú játékosokat is tudtunk egy-egy mérkőzésen pályára léptetni, és ez a jövő szempontjából nagyon fontos volt. Hogyan szerepeltek a korosztályos csapatok? A juniorjaink azok végül is az országos 12-ek lettek, ami úgy gondolom, hogy ez egy óriási eredmény. Világos, amikor ott a 8 közé jutásra játszottunk, akkor ott egészen más remények csillantak meg, de azért tudni kell, hogy létszám gondokkal küzdöttünk egész évben, tehát azért több kadettkorú játékos kellett följátszatnunk a junior csapatba, és ugye az előbb elmondtam, az NB1-be is kulcsfontosságú szerep volt ezeken a játékosokon. Nem úgy jött össze a vége, ahogy azt mi szerettük volna, lehetett volna ettől talán előkelőbb helyen is végezni, de én úgy gondolom, hogy ettől függetlenül óriási dicséret életi meg a lányokat, mert azért 12-ek lenni ebben a mezőnyben az is egy gyönyörű teljesítmény volt. A kadettjeink, hát azok nem igazán úgy jött ki a lépés, ahogy szerettük volna, ők végül is a regionális bajnokságban fejezték be. Amit kellett, előrébb léptek, tényleg ők is fejlődtek, tehát köztük van olyan játékos, aki egy éve kezdett el kosárlabdázni, ugye nagyon jó alkatú játékosokról beszélünk, de nekik még szerintem kell legalább egy év, hogy olyan eredményt tudjunk elérni, ami sikerekhez vezetett a későbbiekben. Serdülő csapatunknak végre ebben az évben sikerült előrébb lépnie, tehát a kezdeti nehézségek ellenére a végén olyan mérkőzéseket nyertünk, amik nagyon fontosak voltuk, így megnyertük a régiós döntőt, és mivel a régiós döntőt megnyertünk, a régiós bajnokok döntőjén szerepelhettünk, és ott a második helyet szereztük meg, tehát összességében 18-ak lettek ebben a bajnokságban, ami én úgy gondolom, hogy szintén egy nagyon szép teljesítmény a lányok részéről, és mivel hogy ennek a csapatnak döntő többsége az alsó éves serdülő volt, ezért ugye a következő években reméljük, hogy még több sikert fognak tudni elérni. A gyerek és a kenguru csapatunk azok kint volt a régiós döntőn, ott második helyezéseket értek el. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, jó az, amit elképzelünk, jó az, amit az edzőink végeznek munkaterén, és egyre több gyerek csatlakozik a csapatunkhoz, és szerintem ez egy nagyon jó érzéssel tölt el mindenkit. 10. születésnapját ünnepli az évizdíjese. A Nyíregyházi intézményben a lehetőségekhez mérten igyekeznek minél jobb feltételeket biztosítani a sportoló fiatalok számára. Azzal a célra hoztuk létre ezt az egyesületet, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen szeretnének sportolni, azoknak legyen lehetőségük, és ezeket a lehetőségeket szponzorálni szeretnénk. Tehát ugye mindenféle igénynek van egy anyagi háttere, ez az egyesület erre szolgál. Milyen sportágakkal kezdtetek, és hol tartotok most? Régebben ugye az Évisznek a neve az automatikusan összefort a kosárlabdával, most már azért bővült a repertoárunk. Van egy vívó szakosztályunk, van röplabda szakosztályunk, kosárlabda szakosztályunk, turisztikai szakosztályunk és atlétika szakosztályunk is van. Minden, amire igény van, azt az egyesület megpróbálja támogatni. Természetesen a szakképzési centrum segítségével, illetve az intézmény vezetőségének a összefonódásával, a diák önkormányzat segítségével próbáljuk meg azokat az igényeket kielégíteni, amiket a diákok támasztanak felénk. Milyen az infrastruktúrális helyzet, milyenek a tárgyi feltételek, hiszen az Évisz mindig is híres volt arról, hogy milyen kicsi a tornaterme, ahol azért óriási kosármecseket játszottak régebben. Igen, valóban, hát sajnos a tornatermünk az most sem lett nagyobb, még most is kicsi méretű a tornatermünk, de most már a fejlesztések között szerepelt és meg is valósult a strandröplabdapálya az udvaron, a távolugró rekordtán egy nagyon jó konditeremmel büszkélkedhetünk, ahol egyszerre több mint 25-30 gyerek tud egy időben dolgozni testnevelés órákon, illetve most egy kisebb teremben is bővült a helyiségünk, ahol már az oktatást, a testnevelés oktatását már elektronikus úton is PowerPointos kivetítés segítségével tudjuk majd folytatni. Az elmúlt egy évtizedben diákolimpiákon milyen eredményeket értetek el, amire büszkék vagytok? Inkább azt mondom, hogy a Covid előtti időszakban voltak sokkal szebb eredményeink. A Covid egy kicsit úgy megtört, mint minden iskolában, azért ez sajnos látszik.
Újraindult a röplabda, újraindult a kosárlabda csapatunk, az az egy-másfél éves kiesés ugye az sokat számított, de most idén is bejutottunk az országos döntőbe, az amatőr kosárlabda csapatunkkal, ahol még egyelőre csak a 17. helyet tudtuk elérni, de jövőre biztos vagyok benne, hogy sokkal jobb lesz. Hát a röplabda van még, ahol diákolimpián szerepeltünk, illetve az atlétika eredményeinket tudnám mondani, ami még lehet rajta látni, hogy egy kicsit megtört minket a Covid, de már van a súlylökésből is és a távolugrásból is eredményünk. Mik a tervek a következő 10 évre? A következő 10 évre? Hát egy nagyobb tornaterem. Egy nagyobb tornaterem az nagyon jól jönne, mert ugye most már az Évisz diákságának a létszám az több mint 500. Nagyobb igényeink vannak, vannak olyan órák, ahol egyszerre 2-3 osztály van jelen. Ezeket a gyerekeket egy időben minőségi oktatással ki kell tudnunk szolgálni, ehhez mindenféleképpen bővítenünk kell. Egy kondiparkban, külső kondiparkban is gondolkodunk, illetve hát a meglévő infrastruktúrának a karbantartását szeretnénk egy kicsit odafigyeltebben végrehajtani. Az Évisz egy nagy múlti intézmény, és az elmúlt több évtizedben számos sportágban értek el kiváló eredményeket az intézmény diákjai. Mondjuk a vívás nem tartozott ezek közül a sportágok közé. Most viszont láthatjuk, hogy nagyon sok gyerek készül itt egy edzésre. Mióta van vívás az Évisben? 2018-ban alakult meg a vívós szakosztály, igazából egy nagyon minimális létszámmal, de hát 6-an kezdtünk el vívni 2018-ban, és most láthatjuk, hogy a létszám az 20 főre nőtt. Igazából nem is szeretnék egyelőre bővíteni a létszámot, hiszen ezt egyedül csinálom, és nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, ugyanis 4 év alatt fantasztikus eredményeket értek el. Mint láthatjuk, több korosztály van, igazából 3 korosztály tudnák jellemezni. Vannak a kicsik, akik törpi kategóriában vívnak, illetve a gyerekkorosztály, és a harmadik kategória ugye az olyan serdülő, akiket már kadett és junior korosztályban is kipróbáltunk. A legjobb eredmény, amit elért az Évisz-díjas tanítványa, az egy országos bajnokságon egy bronzérmet szereztünk, Madura János képviseletében, ő törözik, illetve van 5 gyerek, aki az országos ranglistán helyeződik el. A legjobb eredményünk az országos ranglistán az a 10. hely, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Ugye a tör mellett bajtőröznek is a gyerekek. Miért választják a vívást a mai fiatalok, hiszen egy olyan sportágról van szó, ahol még az is idők, hogy valaki fegyvert tegyen a kezébe? Én úgy gondolom, hogy a vívás nagyon-nagyon sok mindent tud adni, mint sport és fejlődés egy gyerek szempontjából. Én igazából nagyon röviden jellemezném a vívást. Számomra a vívás a mozgásban lévő sakknak számítom, ugyanis minden, ami a koordinációs képességtől az agyig, tehát mindent használja a vívás közben, és nagyon fontos, hogy a vívásban egyéniben és csapatban is tud vívni a gyerek, tehát nem csak egyéni, vagy csak csapat, hanem mind a kettőben ki tudja próbálni magát a sportolónk. Mondd már nekünk, te miért szeretsz vívni? Azért szeretek vívni, mert fejleszti a technikát, fejleszti a okosságot, meg fejleszti a fejet. Adj egy pacsit, hogy ügyes voltál, és mondd meg, hogy hívnád? Simon Áron. Hány éves vagy? 6. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra.